Köszöntöm nézőinket! Önök a Kaposmenti magazint látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Lássuk, mit kínálunk a következő percekben. 750 adag étellel érkezett Dombóvárra a Jó Akarat Társaság. Adventi kirakodó és kézműves vásár Kocsolán. A gyerekek kapták a főszerepet a gyertyagyújtáskor. Mikulás járt Dombóváron. 23. alkalommal zajlott Mikulás Kupa Dombóváron. A Jó Akarat Társasága télköszöntő közösségi ebéddel várta az érdeklődőket Dombóváron. Célul tűzték ki, hogy minél több embert lássanak vendégül, egy-egy jó szóval, egy-egy mosolyjal, egy-egy adag babgulyással. Az előbb említettekből nem is volt hiány, de nézzük a részleteket. A Jó Akarat Társaságának célja, hogy önzetlenül segítsen olyan embereken, akiknek szükségük van rá. A télköszöntő közösségi ebéd arról szól, hogy országszerte 9 helyszínen közel 10 000 adag ételt osztanak szét december 15-ig. A helyszínek egyike Dombóvár volt. Én úgy gondolom, hogyha valakit meghallgatnak, akkor kutya kötelessége olyan dolgokra is felhívni a figyelmet, ami másoknak jó, mert így tudunk segíteni. Én a munkámon keresztül is próbálok nagyon sokszor segíteni embereknek. Ez benne van az életemben, mert azt hiszem, hogy így a családomtól kaptam már véren keresztül, vagy nem tudom, hogy mondjam, hiszen az édesapám orvos, az édesanyám vegyészkutató, úgyhogy nekem mindig is benne volt az életemben. De pont a múlt héten csomagoltuk már a lányok a szeretett csomagunkat karácsonyra, a rászoruló gyerekeknek. Én az UNICEF bajnokaként nagyon régóta dolgozom a fundraising programban, tehát az adománygyűjtésben, úgyhogy több irányból indul ez nálam, és most ételt osztunk itt. Talán ilyenkor karácsony közelettével az emberek egy kicsit jobban kinyitják a szívüket, és észrevesznek olyan dolgokat maguk körül, ami nekik természetes, de másnak nem lehet, és talán ilyenkor egy kicsit nyitottabbak vagyunk arra, hogy segítsünk és hogy gondoljunk másokra. A mai napon egy nagyon finom babgulyást készített Lázár, amit sok szeretettel, meleg ételként szeretne átadni mindazoknak, akinek jól esik. Csak egy kis szeretetet szeretnénk nyújtani ezzel. Az adakozás örömét és fontosságát kívánták átadni a babgulyás és a kenyér mellé, melyet jó nagy adag szeretettel tálaltak. Mert ez volt az az étel, amit próbáltunk egy olyan, hát csúnya szóval, hogy amerikásan mondani, comfort foodot megalkotni, ami mindenkinek azt idézi elő, hogyha megkóstolja, hogy egy kicsit elfogja a boldogság érzése, melegíti, és valahogy visszaidézi a gyerekkorát. Mert ezek mind olyan dolgok, amitől az ember jobb kedve derül. És azért is választottuk ezt az ételt, mert ez erre képes. Tehát a babgulyás képes boldoggá tenni, mert ebben a világban, amiben most élünk, amiben tele van ilyen Covid-dal meg mindennel, abban mindenki kicsit rászoruló lett. És mi nekik szeretnénk adni, pontosan azért, mert a Jó Akarat Társasága azok főleg előadó művészekből állnak, és adni tudnak. És ez csak egy eszköz a babgulyás arra, hogy ezt mindenkinek át tudjuk nyújtani, és hogy mindenkit felmelegítsünk testileg és lelkileg is. Összesen a 10 állomás alatt közel 10 000 adag étel készül el, ebből most hát egy olyan 750-800 adagnyit hoztunk ide, erre az állomásra, és hát ahogy nézem, el is fog fogyni hamar. A szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy üres kézzel senki ne távozzon a helyszínről. Hogyha esetleg valaki a végére ér ide, és nem jut neki ilyen étel, akkor van egy ilyen kis szeretett csomagunk, ami úgy van, hogy van benne egy recept. És hogyha ezt a receptet valaki elkészíti, akkor a szatyorban a különböző dolgok vannak. Vannak a konzervek, vannak tészták, vannak fűszerek, és az egészet összefőzi, akkor egy finom étel kerekedik ki belőle, anélkül, hogy tudna valaki főzni. Megpróbáltam olyan receptet alkotni, ami így egy kicsit ezekre a tartós élelmiszerekre vonatkozik, de azokból is a legfinomabbak, mert egyébként csak mondom nektek, hogy itt van például ez a paradicsomos bab. Ez önmagában is jó, de adunk hozzá egy kis rozmaringot, egy kis mexikói fűszert, akkor már is egy nagyon finom, tartalmas, akár mexikói tésztaétel is lett belőle. Mert hogyha megteheti, hogy adhat, akkor adjon. És itt az adás a lényeg. Nem azért adunk, hogy kapjunk, hanem az adásnak is van egy olyan fajta öröme, ami az embert
ugyanúgy, mint ahogy a babgulyás, egy jó érzéssel tölti el, és ez így működik, akkor fel tudjuk mi is hívni arra figyelmet, hogy figyeljünk oda egymásra. Az idén karácsony ne az ajándék legyen fontos, hanem az, hogy menjünk el például ilyen rendezvényekre, nézzünk egymás szemébe, még hogyha távol is vagyunk egymástól, de vegyük fel a szemkontaktot, mert egyszerűen mindenki elzárva kezd élni, már mindenki begubózik a szobába, ennek nem lesz jó vége, pláne nem lelkileg. Úgyhogy ezért próbálunk mindenkit kimozgatni, megmozgatni, és ez is egy ilyen alkalom. A baptista tevékeny szeretett misszió, mely hamarosan megnyitja kapuit Dombóváron, örömmel állt a kezdeményezés mögé. Itt Dombóváron az Ady Endre utca 60 szám alatt nyitja meg kapuit az új esélyközpont 2022. januárjában. Addig is udvarunkat felajánlottuk egy karitatív program helyszínéül. Ezt láthatják most a kedves nézők a hátam mögött, ahol meleg ételt kínálunk bárkinek, aki betért hozzánk az utcáról. És terveink között szerepel, hogy mi is hónapról hónapra nyújtunk majd segítséget az ellátottaknak, akik az új esélyközpont minden szolgáltatását, akár a szociális étkeztetés, akár a tisztálkodási lehetőség, a terápiás munkatársak segítségét igénybe vehetik. Kapunk az év 365 napján nyitva áll majd, és várjuk a kedves érdeklődőket Dombóvár területéről. Intézményünket 2022. januárjában nyitjuk meg. A jótékonysági rócsú és a társaság jelmondata szeretünk téged. Napjainkban mindenkire érvényes. A kiosztott étel fontos, de még fontosabbak a nem materiális dolgok, mint a szeretet, az önzetlen odafordulás, melyből nem volt hiány Dombóváron sem. Első ízben hagyományteremtő szándékkal rendeztek adventi kirakodó és kézműves vásárt Kocsolán. A karácsonyi hangulathoz a helyi óvodások és iskolások is hozzájárultak. Ünnepi műsort adtak elő a falu lakóinak. Kürtös kalács, fánk és forralt bor illata csalogatta ki a falubelieket az első ízben megrendezett adventi kirakodó vására Kocsolán. Az önkormányzat a programmal hagyományt szeretne teremteni. Egy kis karácsonyi hangulatot szeretnénk ide varázsolni. Szerintem maga a helyszín is adott, a forralt bor, a mézes kalács, a kürtös kalács, a minifánk, a különböző kézműveseknek a vására. Úgyhogy szerintem mindenki megtalálhatja itt, amit szeretne esetleg a karácsony alkalmából vásárolni és hazavinni. Egy kis karácsonyi hangulatot szerettünk volna bevinni az emberek életébe, mert úgyis ez a mai rohanó világ, ezek a hétköznapok, és hogy egy kicsit itt el tudnak beszélgetni az emberek, egy kicsit jól érezik magukat, beszélgetnek, forralt boroznak, vásárolgatnak, vagy csak nézelődnek. Az ünnepi hangulatot a helyi iskolások és óvodások műsora is fokozta. Verseket adtak elő, karácsonyi dalokat énekeltek a közönségnek. Énekeljünk egy szép dal, hívjuk együtt az angyal, lobbal, icipici kis gyertyal, őszi fényel angyalka. Az óvodások egy külön standdal vettek részt a vásáron, ahová a saját készítésű kézműves termékeiket pakolták ki. Nagyon fontos számunkra, hogy a közösséggel együtt működjünk, hogy a gyerekek már kiskorban megtanulják. Létrehoztunk egy szlogent is, hogy kicsik a közösségért. Részt vettünk itt az adventi gyertyagyújtásban, és még két alkalommal is. A szülőkkel közösen, a pedagógusokkal, a gyerekekkel együtt készítettük a termékeinket. Kézműveskedés, mézes kalács, mindenféle finomság is van, és ezzel próbálunk hozzájárulni a közösségi munkához, illetve az együttléthez. Az év utolsó napjáig még több programmal várja az önkormányzat a falu apraja nagyját. Most hétfőn volt itt a Mikulásunk, ami szintén első alkalommal rendeztük itt a vendégháznál, nagyon nagy sikerrel, óvodások és iskolásoknak egyaránt, 0-tól 14 éves korig jöhettek a gyerekek, és a Mikulás adott át mindenkinek egy-egy ajándékot, fotózkodás, örömködés, verselgetés, minden volt. Szeretnénk még mindenképp egy karácsonyi hangulatot, hogy fokozzuk egy hangversenyt rendezni. Ez december 24-re gondoltunk, délután 3 órai kezdete szeretnénk ezt megtartani, és természetesen december 31-én pedig egy szilveszteri futással zárnánk az évet. Karácsonyig minden hétfőn közös adventi gyertyagyújtásra várnak mindenkit a vendégház udvarára. Meggyújtották a harmadik gyertyát is az adventi koszorún Dombóváron a karácsonyi programsorozat keretében.
A közönségnek ez alkalommal a zeneiskola, a Móra Ferenc általános iskola és a Reménység napközi otthon és a fejlesztő iskola fiataljai adtak ünnepi műsort. Közösen énekeltek, és meghitt ünnepi hangulatot varázsoltak a közönség szívébe a művelődési ház előtti téren a dombovári fiatalok. Advent harmadik vasárnapján a helyi zeneiskola, a Móra Ferenc általános iskola és a Reménység napközi otthon és fejlesztő iskola diákjai adtak műsort. Nagyon készültünk, és nagy izgalommal készültünk, ugye mert előre meg volt beszélve, hogy ki melyik adventi gyertyagyújtáson vesz részt, mi kaptuk a harmadik gyertyát, és közösen igazából a Mórával, a Stier Monika kolléganővel egyeztetve, egy kicsit koprodukcióban, hogy az összetartást erősítsük, egy közös dallal fogunk kezdeni, és utána következik a művészeti iskolának a programja igazából, tehát a műsora. Lesznek duók, triók, lesz részfúvós csapat, lesz klarinét duónk, megmutatkozik a színdráma csoportunk, és a zárás pedig egy részfogos kvintet fogja prezentálni a közönség számára. Osztályonként készültünk énekóra keretében, mindegyik osztályjal csoportosan énekeltük ezeket a dalokat, és most az utolsó héten voltak a próbák, az össznépi próbák, amikor közösen összeültünk és összepróbáltuk az éneklést, nagyon élvezték a gyerekek, nagyon nagy lelkesedéssel készültek, és nagyon-nagyon várják a mai szereplést, mert még így soha nem mutatkozott meg az iskolánk, így város keretein belül. A műsor után Sipos Előd Zoltán református lelkész osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel. Azért is jó, mert világosságot hoznak ezekbe a téli estékbe, amikor korán sötétedik már. De ugye elgondolkoztam, hogy tényleg ezek hoznak világosságot. Hát a körbenézünk, mindenhol fényeket látunk. A házainkat is feldíszítjük, az udvarainkat is. Nem azok adják a világosságot. Ki áll már ma meg egy gyertya fényénél? Úgyhogy ennél sokkal nagyobb világosságot tudunk csinálni bármikor. Ezután a hagyományokat követve önkormányzati képviselők közösen nyújtották meg a harmadik gyertyát az adventi koszorún. A szervezők továbbra is várják az érdeklődőket az ünnepi programokra, és a művelődési ház előtt felépített korcsolyapálya is szabadon látogatható. A Mikulás nem feledkezett meg a dombóvári gyermekekről sem. Két szervezet munkájának köszönhetően igazi feledhetetlen délután várta a legkisebbeket a városban. A gyerekek az ajándékokért cserébe verssel és szép szavakkal készültek a télapónak. Dombováron hosszú sor kígyózott a Mikulás bázisa előtt, ami ezúttal a Németház volt, ahova izgatottan érkeztek a gyerekek, hogy végre találkozhassanak a fehér szakállúval. A Dombovár Kernen baráti kör jóvoltából és a Kernenim Remstáli Testvérvárosi Egyesület jóvoltából. Ők minden évben szánnak ránk annyi összeget, hogy meg tudunk valósítani 300 csomagot gyerekeknek, és még 200-at a felnőtteknek. Miután a szülők kérték, hogy ne sok édesség legyen, így egy nagyobb értékű plüss vagy autó kisebbeknek, ilyen kisbabáknak csörgő, különböző játék. Elég sokan jelentkeztek, és van néhány olyan elkészített csomag, ami bejelentkezésre, sőt van olyan is, amit szülő hozott ide, hogy adjuk oda a gyereknek helyette. A Mikulás sem maradt ajándék nélkül, a gyerekek versekkel, mondókákkal készültek neki az ajándékokért cserébe. Delre mellj, delre mellj, minden delre fej, krumpli, csokor, csokoládé, raj, de jó, de a vége csodáreknek nem való. A művelődési ház előtti téren egy Mikulás napi koncerttel kedveskedett a legkisebbeknek a Dombó Chips Egyesület, akik az elmúlt időszakban számos kezdeményezéssel igyekeztek segíteni a helyieknek. Egyesületünk évek óta részt vele a kisebb, nagyobb ilyen gyűjtőakciókban,
a karácsonyi cipős dobot akciót minden évben szervezünk, illetve szeptemberre készülve az iskola kezdési akciókat is szervezni szoktuk. Idén azonban egy kicsit az időseknek is szerettünk volna kedvezni, egy pályázati támogatásból néhány programot sikerült megvalósítanunk. Az egyik ilyen az az ingyenesen hívható zöld számnak a biztosítása, amit most már néhány hónapja meg tudtunk valósítani, és a kolléganő a vonal túlsó végén az időseknek segít különböző szociális problémáikban tanácsadást, információt nyújtani a hivatali ügyintézésben, vagy hogyha csak egész egyszerűen egyedül érzik magukat, akkor hívhatják ezt a zöld számot. Nyilván vannak olyan problémák, amit nem tud ott a helyszínen megválaszolni, ilyenkor visszahívja a telefonálót, utána jár és visszahívja a telefonálót. Aztán a 80 év felettiek részére ajándékcsomagot, tartós élelmiszer csomagot tudtunk biztosítani az idei évben szintén pályázati forrásból. Ez egy társadalmi összefogás keretében valósult meg, hiszen az önkéntesek, civil szervezetek, az önkormányzat együttműködésével a csomagok összeállításában és a kiszállításában is egy ilyen összefogás valósult meg. A csomagok kiszállítása jelenleg is zajlik, de hogy biztosítottuk azt, hogy karácsonyig minden háztartást meg fogja kapni ezt a tartós élelmiszercsomagot. A tavalyi évben terveztük már, hogy a gyerekek számára egy színvonalas koncertet szervezünk, illetve Mikulás csomag kiosztását is. Sajnos ez a Covid helyzet miatt nem valósulhatott meg, így ez az idei évre tolódott át. Így a mai nap során kerül megrendezésre a Csurgó Zenekar gyermekkoncertje, a koncert végén pedig a Mikulás csomagok, mintegy 600 darab Mikulás csomagnak a kiosztása valósul meg, ami szintén önkéntesek bevonásával zajlott, és a kiosztást is diákok segítik. A Dombor Chipsz Egyesület igyekszik minél szélesebb körhöz eljutni a segítségnyújtással és az általuk szervezett programokkal. Ezzel a szándékkal hívták meg a Csurgó Zenekart is Mikulás nap alkalmából. Én azt hiszem, ez egy nagy feladat a család számára, hogy egy ilyen varázslatot teremtsen a gyerekeknek. Szerintem ez a egyik legjobb nap természetesen a karácsony mögött közvetlenül, hiszen ez egy olyan dolog, amikor a gyermek erre készül és vár valamit. És hogyha a szülő nagyon ügyes, akkor ez tényleg varázslattá tud válni, és ez a lelki feltöltődés mind a család, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek. És most ezt a lelki feltöltődést szeretnénk mi segíteni a Csurgó Zenekarral, mindenféle játékkal, ahogy szoktuk, interaktívan, ahogy bevonjuk majd a szülőket is. Fáradt lehetsz, siess azon, és pihenj a télapok, egész évben gondolj rá, hogy álmod legyen jó. Szerusz télapok, szerusz télapok. A koncert végére pedig megérkezett a Mikulás is hatalmas puttonyával, amit tel is tele volt mindenféle finomsággal, amit szétosztott a jelenlévő gyermekek között. A Dombóvári József Attila Általános Iskola idén is megrendezte a Mikulás Kupa téli terem labdarúgó tornáját. Az ifjú labdarúgók nem vallottak szégyent, a fiatalok mindent beleadtak, hogy övék legyen a torna legjobb helyezése. 5 csapat részvételével zajlott a hagyományszerűen megrendezett Mikulás Kupa a Dombóvári József Attila Általános Iskola tornatermében, ahol a fiúk igen komolyan vették a pályán töltött időt. 23. alkalommal rendeztük meg a Mikulás Kupát az idei évben, tavaly évben sajnos elmaradt. Örülünk, hogy ebben az évben ilyen nagy létszámmal részt tudtak venni a csapatok. Eddig mindig 3 korosztályban szerveztük a tornát. Sajnálatos módon lányok egyre kevesebben lettek, és az ő tornájuk elmaradt. A környező iskolák, települések iskolái, a városiskolái szoktak ezen a tornán részt venni. Tavaly évben az intézmény Vozsik program is elindult Dombováron, külön körzetet kaptunk, és próbáltuk összevonni az összes iskolát, óvodát egy ilyen kis rendezvény keretében. Bármilyen sportág nagyon fontos a gyerekek életében,
Nagyon jó nevelő szerepe van, közösségben vesznek részt a gyerekek, szabálytudatukat nagyon jól fejleszti, és azt gondolom, hogy a mai világban nem a tablet, nem a számítógép elé töltik az életüket, hanem egy nagyon jó sportolási lehetőséggel töltik az időt, legyen az kosárlabda, kézilabda vagy labdarúgás. Én a labdarúgást mindenféleképpen pártolom, ez természetes dolog, de ha bármi más sportágra is mennek a gyerekek, azok is szívesen küldöm őket. Az iskolák fiúcsapatokkal érkeztek, akik közül többen is rendszeresen sportolnak szabad idejükben. Sajnálatos módon egyre kevesebb azok a gyereknek a létszáma, akik egyesületben játszanak, bármilyen sportágban, és ezért is szeretnénk kicsit népszerűsíteni a labdarúgást, hogy minél több gyereket tudjunk levonzani újra a futballpályákra. Nagyon-nagyon aktívak, ez látszik a mai tornán is, főleg ha végignézzük, hogy a csapatok között nagyon sok atléta, kosárlabdázó van, és nem csak labdarúgó. A szervező József Attila Általános Iskola két csapatán kívül Vásárosdombóról, a Belvárosi és a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ általános iskoláiból is érkeztek csapatok, hogy megmérkőzzenek egymással. Benedek hátvéd poszton játszott az iskola által szervezett Mikulás Kupa mérkőzéseken. Szerintem nagyon ügyes volt a csapat, jól játszottunk. Heti háromszor szoktunk együtt edzeni, eltölt, hogy valamivel tudok sportolni, meg... szeretem a focit. Áron védőként volt jelen a focipályán, ahol elmondása szerint azért akadtak olyan ellenfelek, akik megdolgoztatták. Valamelyik igen. De nem a legtöbb, de valamelyik erős volt. A József Attila Általános Iskola Mikulás kupájának tétje az egészséges életmód felé terelgetés. A jó kedv és a szórakozás mellett természetesen az érmek és kupák voltak. Az első helyen a szervező iskola kettes foci csapata, a második az iskolaközpont, a harmadik a József Attila Általános Iskola egyes csapata, a negyedik a Belvárosi, az ötödik helyen pedig a Vásárosdombói csapat végzett a hagyományőrző téli teremlabdarúgó tornán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!